Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, vendégem Péntek Imre, József Attila díjas költő, ahogy Zsille Gábor mondaná, a szavak vándor köszörűse. A 75. születésnapodon köszöntött ím igyen, egy remek írásban. No, hát talán annyi időnk lesz, hogy nagy vonalakban átvegyük ezt a nagyívű pályát. Mert az nagyon-nagyon fontos, hogy egy zalai kisrác miként szerez kötődést magának a leírt szó tiszteletéhez, mondom én. Hát, hogyan szerez? Ez egy érdekes kérdés, hiszen kétségtelen a szüleim fizikai munkások voltak, apám egy fatelepi munkás volt, anyám mezőgazdaságban dolgozott, és hosszú ideig nem értettem, hogy honnan szólult belém ez a intellektuális habitus, vagy érdeklődés. Kiderült, hogy a nagyapám az egy városi hivatalnak volt Zalaegerszegen, és én gyakorlatilag tőle örököltem valami ilyesmi vér, vagy magatartást. Úgyhogy a titok nyitja talán ebben rejlik, hogy volt egy felmenőm, aki től örököltem valamit. Igen, nem az arany, nem a nyitja, rabja teszi a kalitkát, ez a titka, ugyebár utasítól tudjuk. Na, de aztán a magkezdeményből gyümölcsfa született, kérem szépen. És nem a szél vitt arra, merre jártál soha. Nagyon tudatos a pályád. Hát most, igen, így is lehet tekinteni. Az én pályám inkább, én azt mondanám, hogy kicsit a menekülések és a korrigálásoknak a története. Kezdődött azzal, hogy lentiben följelentettek 68-ban. Onnan úgy gondoltam, el kell jönnöm, mert hát ahol ilyen történik az emberrel, onnan el kell menni. Elmentem Pestre. Pesten majdnem sikerült egzisztenciát teremtenem, amikor a szintén bizonyos BMS utánnyúlással kirúgtak az állásomból. Tehát most nem akarom itt a ragozni, különböző kellemetlenségek nyomát ott hagytam. Tehát én olyan típus voltam, egyszer írtam egy ilyen két sort, hogy mindig fortyogott bennem elég dű feldönteni a vitathatatlan vájukat. És úgy látszik, hogy ez a habitus ez így ezekre a reakciókra kényszerített, és változtattam. Ha nem tetszett nagyon valami, akkor ott hagytam. Tehát akkor így indult a Miskolc, Veszprém, Szombathely, Keszthely, Székesfehérvár, Zalaegerszeg. Itt most össze-vissza mondtam, persze. Jól mondtad, vagy majdnem jól mondtad. Tulajdonképpen a Miskolci az talán az egy kivétel volt, mert középiskolában dolgoztam, és akkor a Serfődő Simon, ma már Kossuth díjas költő, és Fehérváron sem ismeretlen, hívott Miskolcra napjaink című irodalmi laphoz. Ez óriási meglepetést keltett bennem, mert egyrészt nem dolgoztam még tehát újságnál. Igaz, hogy ez egy havila volt, de a műfajok ugye nem változtak, tehát ott is meg kellett bizonyos ilyen újság típusú műfajoknak felelni. És tehát nem gondolkodtam, de hívtak, oda mentem, és elég jól meg tudtam ott állni a helyemet. Megmondom őszintén, tehát sokáig vaciláltam, hogy ott maradjak, vagy ne, tehát vágytam vissza a Dunántúlra, és így kerültem Veszprémbe. Tehát Miskolcról. Tehát népművelőként, azért népművelőként az mégsem ugyanaz, hiszen a, játékosan mondom, de az ELTE-n a bölcsészek jó része világmegváltónak született, nem különben te magad. Nézd ebbe, óriási meglepetés ért bennünket, azt hiszem mindannyiunkat, a kollégáimat, akik 66-ban végeztünk. Azt gondoltuk, hogy jobban meg tudunk tehát felelni azoknak az állásoknak, vagy helyesebben jobb állás lehetőségeket kínálnak, mint ahogy ez a valóságban történt. Tehát egy csomó ember nem a szakmájába helyezkedett el, ahogy én sem. Tehát taníthattam volna, nem, megmondom őszintén, nem szerettem tanítani,
több oktán fogva, egyrészt, mint irodalomtanár, nem kedvezett nekem az a kánon, amit ott a irodalom tankönyvekben kellett volna tanítani. Tehát a gyerekekhez való viszonyom se volt ideális, tehát nem voltam jó tanár, és nem szerettem az iskolát, és szerettem volna onnan elkerülni, és valóban az újságírás, ez egy lehetőség volt, és több kollégám is dolgozott újságíróként. Maradjunk abban, hogy nem találtam és sokáig a helyemet, és így kerültem mondjuk a Veszprémi Dimitrov Művelődési Házba, és onnan már bekerültem a helyi sajtó című fejezetbe, és a megyei lap munkatársa, a Napló munkatársa lettem, ahol meg kell mondanom, hogy nagyon jól éreztem magam, kiváló kollégáim voltak. Tehát elindultam ezen a napilapi nem túl könnyű pályán. Ugyanakkor ott volt az Elérhetetlen Föld és az Éjféli Pályaudvar, ezek áttörést jelentettek egyébként? Az Elérhetetlen Föld kétségtelen szakmai áttörést jelentett, az biztos, de a helyi, tehát egzisztenciálisan nem hatott annyira rám. Tehát a szakmai, tehát irodalmi publikációkat segítette, számon tartottak, stb. Jó kritikákat kaptunk, de a zsurnalizmusban ez abszolút nem számított, és nem volt akkora, vagy súlya. Tehát nem volt súlya. Nem, pontos. És amikor tehát az utadat nézzük, akkor ugye jött Szombathely. Szombathely egy fontos időpont, mert hogy az emigrációs irodalom az egy kivételes szakasz az életedben, az alkotói pályán. Ez is egy olyan érdekes. Az életünk Pete Györgynek a hódítása volt, aki a minisztériumból megkapta ezt a lapot. Pete Györgyről ellentmondásosak a vélemények. Én közelebbről úgy láttam, hogy a Gyuri egy tehetséges szerkesztőként dolgozott, viszont én úgy szoktam magamban jutni egyébként Kondrá György nyomán, hogy diszpárton kívüli, tehát ő volt az a hűséges párton kívüli figura, aki Tóth Dezső korabeli párt funkcionárius központi bizottsági tag lehetett talán. Tehát ő a politikai irányvonalak tekintetében napra készen volt tájékozott, ami engem részben nem érdekelt, az életünknél sem. Részben meg egyszer azt mondtam valamilyen megbeszélése, hogy tudnánk élesebb, vagy valahogy élesebben kéne fogalmazni, ha kisebb lenne a példányszámunk. Én azonnal javasoltam, hogy csökkentsük a példányszámunkat, ami egy ironikus felvetés volt, de a párt, tehát a később hallottam, és valami jelentésben olvastam, hogy Péter Kimre azt javasolta, hogy. Tehát a 3x3-as jelentésben is vissza hallottam, hogy ilyet, tehát az én hülyeségemet és viccemet komolyan vették. Kész csoda, hogy soha nem gyulladt még ki a glóriád, ugye? Vagy egy kicsit akkor rendszerváltás. Igen. Egy idézet. Sóvárgok a klasszicista szépségideál és a tradicionális értékek iránt. Nekünk irodalmároknak kötelességünk olyan eszményeket és életsorsokat fölmutatni, amelyek megmentik hazánkat a tömegkultúra posványától és a gyökértelen liberalizmus által gerjesztett rombolásról. Ez egy érdekes gondolat sorányi szent. Hát nézd, az ember próbálja elméletileg is megkonstruálni a maga kis sorsát. Biztos, hogy ez is részese volt annak, amit én szerettem volna csinálni, de hogy mondjam, én nem, tehát amikor ilyen nagy szavak és elméletileg ilyen fennkölten fogalmazok, akkor nem mindig veszem én sem komolyan. Jó. A Pannon tükör az életünk, a Napló minte vagy. Mint ahogy az Árkus is. Az Árkus a rendszerváltás folyóirata. Én azt hiszem, hogy példa mindarra, ami történhetett és történhetett volna még pluszban a rendszerváltás idején. Hát nézd, ennek is megvolt az mondjuk úgy, hogy szakmai előzménye. Ezt a szakmai előzményt én úgy hívom, hogy Baranyi Pál, akit én rendkívül jó szerkesztőnek tartottam, kiváló embernek, felkészült embernek,
aki a kortárs irodalmat nagyon jól ismerte, és többek között a kilencek miatt kerültem én az ő baráti figyelmébe, ha szabad így fogalmazom. És a Pali már többször szólt, hogy van itt egy Fejér megyei szemle, és abból lehetne egy lapot csinálni. És 1990-ben a rendszerváltás időszakában egyszer csak szólt, mikor bementem dolgozni, ő volt a főszerkesztő, azt mondja, Imikém, eljött az idő, csináljátok meg ezt a havi, két havi, tehát annyi pénzük volt akkor, hogy ezt csináltok a két havi irodalmi folyóiratot. Tehát nem tudtam se köpni, se nyerni meglepetésemben, de a feladat ott volt, meg kell csinálni, ez egy ki tudja, soha vissza nem térő lehetőség. Arra emlékszem, hogy kirohantam Bakonyi Pista barátomhoz, és mondtam, hogy Pista, itt a lehetőség, gyere, megosztjuk a munkát, a feladatot, és csináljuk meg a lapot. Így kezdődött. Mert 90, mindennek rendelt 90, ideje van. Ugyanakkor a költői pályád alakulása is érdekes volt, hiszen a Déli pályaudvar, ugye Alföldi Jenőt még a műsor előtt mondtam ezt az érdekes mondatot, ahogy a költő mondja, ez van. Ezt Alföldi Jenő írta akkoriban. Ez az ez van, ez tényleg ez, hogy ez van. Nézd, ezzel lehet, tehát egy bizonyos ponton túl az ember rádöbbent arra, hogy itt nagy változásokat nem tudunk galvanizálni, inkább próbáljuk szolgálni azokat a, hogy is mondjam, rajtunk kívül álló erőket, akiknek a talajt elő tudjuk készíteni. Tehát a verseink nyomán tehát egy kicsit érdekesebb lett a magyar valóság. De érdekesebb lettél te is, hiszen Körmendi Zsuzsa pedig a lemondókáról azt írta, hogy irónia, szarkazmus, versek, prózaversek, antireklám, ellenhírverés, sablonok helyett deformált magatartásról szól az egész. Miről mondjuk le? Kérdezi Péntek Imre. A lemondás az folyamatosan foglalkoztatott? Nézd, a lemondás foglalkoztatott feltétlen, hiszen be kellett látnom, hogy bizonyos körülményekről, bizonyos saját hittételeimről is lekem lett mondanom a kényszerek hatás. Tehát lemondás kényszerek. Hát az egyik kötetemnek az a cím, hogy kényszeri entképzetek. Tehát a lemondás az egy következménye volt a kényszereknek, amelyek között éltünk. Mindannyian, te is, én is. Román tanár úr, még tőle egyetlen egy idézet, mert hogy áldott emlékű Román tanár úr nagyon szerette a verseidet, szeretett téged is. Ő azt mondta, hogy bohóc gesztusokban fájdalmas líraiság. Igen. Ez a jelző szerkezetnél szebbet nagyon nem tudok elképzelni. Hát őszintén szóval én se. Tehát igen, hát én így védekeztem, a bohóc gesztusokkal védekeztem a világ galátság, úgymond galátsága ellen, és a Karcsi nagyon jól értette azt, amit írtam, és végtelen szomorúsággal töltött el a távozása. Én úgy érzem, hogy egyik legjobb értőmet vesztettem el a Karcsi személyében, és ez amit itt most idéztél, ez tökéletesen áll arra, amit írtam. Mint ahogy az is csoda, hogy a költői pályád bármilyen síkon nézzük, azért rendben volt. Én legalábbis úgy értelmeztem, függetlenül, hogy akkor nem értél Székesfehérváron, de azért mindig hallottunk rólad. Tehát nem csak a benfentesek, a Vörösmarty Társaság költő tagjai, hanem mi irodalmi kedvelők is. Hát nézd, ez egy érdekes dolog. Most szembesültem a múltammal, mert a Pista ezt szépen megírt ebbe a monográfiába. Tehát én úgy éreztem, hogy a szakmai minőségnek a jegyében dolgoztam, és ezt fontosnak tartottam, és ezt a szakmai minőséget, amit én produkáltam, azt úgy elfogadták, és próbáltak ezzel a szakmai minőséggel a kritikusok dolgozni. Tehát ez nekem a legnagyobb elismerés. És maradjunk abban, voltak nekem is melléfogásaim, nyilván voltak hullámvölgyeim, a Pista többek között azt
is talán felrotta, hogy kevesebbet írta, mint lehetett volna. Ez is igaz, de a szerkesztés az nagyon sok időt elvett. Miért vetettem bele magam ennyire a szerkesztésbe? Megmondom őszintén, többek között azért is, mert láttam, hogy a pályatársaimban van bizonyos ilyen élhetetlen, nevezik talán élhetetlenségnek, és valakinek kell vinni és intézni az ügyeket, és úgy láttam, hogy én vagyok talán a legalkalmasabb egy bizonyos időszakban, egy bizonyos helyzetben, és ezt úgy érzem, hogy ezt is meg tudtam oldani. Tehát ezt a terhet nem cipeled a válladon, hanem ezt önmagad vállaltad. Hát így van, így van. És akkor 69 óta kérdezem én, mi változott? Ugye a fiatal költőknél jelent meg ez a 4 soros, igen, amit mondtad, hogy nem mondjak el, de csak azért is elmondom, mert ez nagyon jó. Nem fogtak perbe, nem ítéltek el, élünk, se jól, se rosszul, verset írunk, se jól, se rosszul, ha ez valakit érdekel. Na már most én azt mondom, hogy ennyi idő alatt azért bebizonyosodott, hiszen csak nem fél évszázad telt el azóta, hogy igen, érdekel bennünket. Hát nézd, ezt nyilván örömmel veszem, és jól esnek ezek a szakmai vagy olvasói reakciók, amiket kapok. Na, valóban, talán annyit önvédelemként is mondom ezt, hogy tehát a költői szerep és felfogás annyira megváltozott, hogy ennek a változásnak én is alávetettem magam. Tehát én maximum írástudó embernek vallottam magam, és a lirai tevékenységem is egy szakmai produktumnak tekintettem, nem valamiféle ilyen gőzös elhivatottságnak. Tehát én írtam verseket, mert én szerintem tudok verseket írni, és ezt az általam kikreált lirai valóságot, ezt meg tudtam csinálni. Egyébként biztos, hogy van némi adottsága is az embernek, hogy tudjon verset írni, és ez a pályatársaimban is nyilván megvan. Sokszor végeztem olyan kísérleteket, hogy tehát ma már ott tartok, hogy a versnek meg kell születnie egy bizonyos ilyen lelki automatizmusokból is. Újabban ilyen, hogy is mondjam, tehát a tudat mélyéről előhalászott asszociációkból is lehet dolgozni. De lehet dolgozni objektivista szövegekből, és az a költő tényleg a szavak mestere, tehát neki ezeket meg kell tudni oldani. Ugyanakkor a vizuális kalandozásokban a születésnapos könyved, azt hiszem, hogy az meg, igen, egészen mást képvisel. Illetve hát ugyanazt, csak hát nézd, nem csak írában. Ezt nem kell eltulozni annyira. Nézd, van egyfajta költői irányzat, amelyik a szavaknak ezt a vizuális többlet vagy kevesebb jelentés formáit használja fel, tipográfiát, stb. Ez a lírai kifejezésbe belefér. Tehát annak idején, mikor magyar művészekkel megismerkedtem, őszintén szólva nem okvetlen csak a tipográfiai újszerűségük hatott meg, hanem az is, hogy láttam, hogy mennyi ravasz, rejtett gondolatot tudtak ezekbe a szója vizuális kis, nem tudom, hogy beerejteni, és a hatalom se tudott a Magyar Műhely című lappa annyira mit kezdeni, mert a könyvtárokban hol bevették, tehát Párizsból, tehát egyetlen nyugati magyar folyóirat volt, amit kitettek a nyilvános olvasóterembe, de volt benne valami problematikus szöveg, akkor bevették. Tehát ez a vizuális kifejezésmód, ez egy érdekes, figyelemet keltő formáció, semmi több. No, időközben a kezembe vettem, hiszen Pértek Imre költői útja címmel megjelent Bakonyi István monográfiája az élő irodalom kiadó segítségével, illetve az élő irodalom sorban. Hogy tetszik? Kérem szépen, amikor hát annyira nem ért meglepetésként engem, meg a Pistait is rólam, nekem tetszik, na maradjunk abban, hogy nekem tetszik,
és miután, hát, hogy mondjam, nem csak alkotó vagyok, de kritikákat is szoktam írni, tehát én kíváncsi voltam, hogy a Pista bizonyos helyzeteket, dolgokat hogyan old meg, és én ezeket az általa felvetett megoldásokat, például sokat foglalkozott azzal, hogy a klasszicizmus és az avantgard költői formáknak a viszonya, aránya, időszaka, stb. Ez remekül megoldotta. Vagy foglalkozott például a... De itt jobban föl is írtam egy-két dolgot. Az irónia és a groteszk és az érzelmességnek a viszonyával. Aztán ez talán itt van egy korszakom, vagy volt egy korszakom, ez a munkás létnek a lírai megjelenítése. Éppen talán ezt kicsit hiányoltam, hogy ezzel kevesebbet foglalkozott. Na most én sem gondolom, hogy annyira, hogy mondjam, ma már visszatekintve annyira fontos, de akkor én ezt a korabeli szocializmusnak a pofájába szerettem volna verni, hogy milyen a valódi munkás lét. Tehát ilyen a gyárak, a világa, a munkásnak a gondolkodása. Tehát én arra gondoltam, hogy az ellenséget a saját terepén kell megvenni. Ennyi. No, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itthon vagy, mármint itthon Székesfehérváron. Nem nyomorgunk sem Párizsban, sem Bécsben. Köszönöm, hogy itt voltál, és azt gondolom, hogy fontos ez a monográfia, illetve fontos, kedves nézőink, Péntek Imre költői útja. Erről beszélgettünk röviden. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Péntek Imre József Attila díjas költő volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra!